katasztrófavédelmi kirendeltség munkatársa indította el ezt a Zsák utcai szirénát kedd délelőtt. A lakossági riasztórendszerek átvizsgálását végezték a szakemberek, amit évente egyszer tart Mosonmagyaróváron a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Mosonmagyaróvári katasztrófavédelmi kirendeltsége. Ezek az ellenőrzések hangos próbában nyilvánulnak meg. 12 darab lakosságvédelmi rendszeren belül szirénánk van Mosonmagyaróváron. Ezeknek a hangos próbája úgynevezett morgató próbával történik meg, ami egy 6 másodperces működtetés gyakorlatilag. Kollégán ki fog menni a helyszínre, és az ellenőrzést így hajtja végre. Amennyiben a szirénapróba napján nehezen vagy nem indul be valamelyik jelzőberendezés, abban az esetben a szirénák felülvizsgálatát az önkormányzatnak kell elvégezni. A lakosságvédelmi rendszerek működtetéséről részletesebb információt a katasztrófavédelem honlapján találhatnak, tehát ha ezek a jelzőberendezések megszólalnak, akkor ezek mögötti tartalmat és viselkedésformákat tájékoztatásképpen ott is fogjuk közölni. Valamint még azt kell tudni róla, hogyha katasztrófavédelem vagy légi védelemről kapunk tájékoztatást, annak a végét is ezek az eszközök fogják jelezni. A szakemberek folyamatosan végzik a településeken a riasztóberendezések ellenőrzését. A lakosságnak a jelzések hallatán semmilyen teendője nincs, azok a szirénák üzemképességének ellenőrzését szolgálják. A lakosságot arra kérik, hogy a szabadban tartott állataikra fokozottan figyeljenek. A szirénapróba során elhangzó jelzések az állatok riadtságát, nyugtalanságát okozhatják, ezért javasolt a szabadban tartott állatokat a szirénapróba idejére elzárni.